A Sziréna mögött. A Sziréna című podcast háttérműsora Horváth Imrével. Szeretettel üdvözlöm hallgatóinkat. Ma is egy nagyon érdekes beszélgetésre kerül sor. Egy tűzoltóval fogok beszélgetni, aki egyébként rettentően sportos. Mondhatjuk, hogy ő a borsodi ninja, de hogy ez pontosan miért, majd kiderül. Szeretettel köszöntöm a stúdiumban Tis Gergely tűzoltóőrmester. Szervusz! Szervusz, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, és szép napot kívánok mindenkinek. De mielőtt rátérünk, hogy hogy is lettél te a borsodi ninja, előtte beszélgessünk a tűzoltó munkáról. Mióta vagy tűzoltó, és hogy lettél tűzoltó? Én 2009-ben szereltem fel a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokságra, illetve ismerősöm, barátom volt már bent ekkor a szervezetben, és ő mondta, hogy ha lenne kedvem, akkor... És érdekel is a dolog természetesen, mert az anélkül nem működik, és ez egy hivatás, ezt tudjuk mindannyian. És így kerültem be. Felvételiztem, végigjártam mindent, és így kerültem be magába a szervezetbe. És egyébként ahhoz képest, ami mondjuk mielőtt elkezdtél ezzel foglalkozni, volt elképzelésed a tűzoltó munkáról, és ahhoz képest, amit aztán kaptál, ez egyébként mennyire egyezett? Ebből szerencsém volt, abszolút semmi elképzelésem nem volt róla. Azt tudtam, hogy életmentés, tűzoltás, de azon kívül semmi. Úgyhogy minden egyes dolog, amit kaptam, az csak pozitív irányú. Ugye fogunk majd arról beszélgetni, hogy sok minden sportolsz, hogy sportos vagy. Nyilván ez a munka, a tűzoltói munka, ahhoz azért kell némi kis fizikum, némi kis állóképesség. Mennyire fontos ez ebbe a munkába? Igen, ezt jól látod. Hát ez a munkának a nagy részét teszi ki az állóképesség, a másik ugye pedig minden fejben dől el. Hát a káresetek eléggé megviselik az ember szervezetét, tehát minden egyes tűzoltónak és kollégának is azért ott kell, toppon kell lenni fizikailag. Ugye itt életekről beszélünk, itt egyszerűen nem mondom azt, hogy nem fáradhatunk el, de mégis ezt mondom, hogy nem fáradhatunk el. Több kollégáddal készítettem már korábban riportot, interjút annak kapcsán, hogy sportol valamilyen kiemelkedő sporteredményt érte. Én azt látom, hogy elég sok tűzoltó sportol, hogy ez így ezzel összeköthető? Tehát, hogy azért sportolnak, mert jó a munkájukhoz is, vagy ez ilyen kicsit ilyen automatikus, hogy a sportosabb ember megy tűzoltónak, és akkor kettő az így működik együtt. Tehát, amit az előbb említettél, inkább az utóbbira asszociálnék, hogy... Aki sportol, és úgy érzi magát, hogy alkalmas fizikailag emiatt a hivatásra, azért jönnek tűzoltónak igazából. Te sportoltál már az előtt is, mielőtt tűzoltó lettél? Igen, én gyerekkorom óta sportolok, illetve én biológia testnevelés szakon végeztem Egerbe. Úgyhogy az életem nagy részét kitölti a sportolás lényegében és az edzés. És milyen sportokkal kezdtél? Hát a legelején még én futballoztam. Utána a tűzoltóságon ugye futás, úszás, illetve konditermi edzések. Majd 2017-ben jött a Ninja Warrior, és onnantól kezdve ez az edzés az átalakult lényegében falmászássá, Ninja Warrior edzésekké, saját testsúlyos edzésekké, és emellett nagy részében megmaradt a futás, mert ez a futás az alap sport mindenhez a lényegében. Akkor ugorjunk egy kicsit vissza 2017-hez, tehát hogy jött a Ninja Warrior? Megmondom őszintén, akkor még a barátnő, most már a feleségem, látta a hirdetést a tévébe. Elgondolkoztunk rajta, beszélgettünk, utána elengedtük, aztán meg, na jó, küldjük el mégis a jelentkezést. Aztán elküldtük, behívtak, volt egy úgymond próbapálya, azon, hogy átmentünk, megcsináltuk. Aztán jött a telefon, hogy akkor kellene indulni a versenyen, már a műsorban. És itt egészen a végéig eljutottál, jól tudom. Így van. A döntőbe bejutottam, hogy sajnos az első pályán hibáztam egy ugrást, aztán ott belepottyantam a vízbe, ami nagyon rosszul érintett, de addig az összes gombot az előző három pályán, minden pályán végigértem. Elnéztem én ezeket a versenyeket, meg ugye vannak más ilyen típusú ilyen akadályversenyek, hogy ennél mi a fontos, hogy most erős legyen az ember, hogy meg tudja magát tartani, vagy ruganyos, vagy az ügyesség, vagy hogy lehet egyáltalán egy ilyen versenyre készülni, mi az, amit fejleszteni kell hozzá? Hát igazából nagyon összetett az egész, mert kell hozzá erő, állóképesség, kitartás, ami nagyon fontos, a szorító, ugye a marokerő,
Hát ezt mind egyszerre kell lényegében fejleszteni, mert ez egy komplex sportágnak nevezném már, mert lényegében az. Tehát kell hozzá futás, konditermi edzés, falmászás, nagyon fontos, illetve magukra, ezekre az akadályokra való felkészülés. És hogy lehet ezekre az akadályokra készülni? Igen, itt itthon még annyira nem kiforrott ez a dolog. Pesten van egy-két konditerem, aminek már van elszeparált része, hogy ilyen ninja termek. Itt viszont nálunk Miskolcon nekem konkrétan a tűzoltóságnak a konditerme van átalakítva. Vannak kollégák, akik mindig segítenek egy-két dolgot összerakni, heggeszteni, össze-vissza mindent, úgyhogy én így készülök. És hát akkor másik meri a konditermi edzés, ugye az is nagyon fontos. Mondtad ugye, hogy mindennek az alapja a futás. Ugye nálatok a tűzoltóknál van egy ilyen speciális verseny, ez ugye a lépcsőfutás. Ez is szerepelt a repertoárba? Igen, szerepelt a repertoárba évekig. Országos korosztály, országos második, illetve harmadik helyezett is voltam többször. Az idejére most pont nem jutottam el, de jövőre már tervezem, hogy elindulok újra ezen a megmérettetésen. És ha jól tudom, akkor hosszú távon is futsz, maraton, túltra maraton? Nem. Nekem ilyen 15-16 kilométerek vannak, ami a OCR-be, úgymond az akadályfutósportba vannak ezek a távok. Igen, ugye majd rátérünk nem sokára erre az OCR-re, ugye a terepakadály futásra, ami nekem szintén ilyen újdonság, de maradva a többi sportnál, milyen eredményei vannak sportágakban, sportversenyeken? Tűzoltó atlétika, többszörös országos bajnok, 4x400-as váltóban, csapatban, lépcsőfutó, országos lépcsőfutó bajnokságok, második hely, harmadik hely, párosban első hely, illetve így most nagyjából ennyi, ennyi jut eszembe, de ez éveken keresztül, illetve terepfutásból csapatban első, többszörös első hely, országos első hely. Ez tűzoltó belkeken belül. Tűzoltó belkeken belül. Értem. Egyébként nyilván ugye beszéltünk ezekről a ninja akadályversenyekről, ami láthatóan ez neked jól fekszik, ugye majd meg emellett rátérünk majd mindjárt ugye a terepakadályfutásra, de hogy egyébként ezekben az alapsportokban neked mi fekszik jobban? Futás, inkább a kondi, úszás, mi volt az, ami úgy jobban a magadénak érezted? Igazából a futás. A futás. Ugye volt egy jó alapom, de most már edzővel készülök, egy Ózdi kollega és nagyon jó barát a felkészítő mesterem. Nagyon jó úton haladunk a még jobb eredmények felé. És akkor rátérve egy kicsit ugye erre a terepakadályfutásra, korábban én erről nem nagyon hallottam, mit kell erről tudni, ez egy milyen sport? Ez igazából egy nagyon friss sportág, friss és nagyon összetett, mint az előbb említettem a Ninja Warrior-ra, és ez egy eszméletlen komplex sportág, mert nem csak futni kell tudni, hanem ahogy a futásból megérkezünk egy akadályhoz, ott a pulzusunk nyilván fent van, nagyon-nagyon fent van. Ott meg kell oldani az akadályt azzal a nagy, magas pulzussal, ugye. Amit alapesetben, hogyha odamész egy ilyen akadályhoz, akkor simán megcsinálsz, de itt már változik a történet, mert már úgymond fáradtabban, vagy már az a verseny vége fele nagyon fáradtan érsz oda, mert a futást azt nagyon kiadtad magadból, és toltad végig, ez meg jönnek az akadályok. És itt milyen típusú akadályokra kell gondolni? Úgy mondanám neked, hogy ninja warrior típusú akadályok, egy kicsit szolidabb változatban, de mégis nagyon nehezek. És mekkora távok vannak egyébként, amit az le kell akadály, futni? Ja, a távok. Az összesen, amit le kell futni, Hát itt nálunk van 5-6 kilométeres futam. Ugye idén volt az EB, Tatán az 12 kilométeres volt. A világbajnokság, most Genkben voltunk, ott az pedig 15 kilométeres volt, talán így van, 15 kilométer volt. Tehát ezek változóak, ezek a távok. És mennyi akadállyal találkozol egy ugye ez a táv hosszától is függ. Például a VB-n volt talán 40 akadály.
az EB-n ott közel az 50-hez, és akkor ennek nagy része mászós akadályok. Van benne egyensúlyozós akadály, átbújós, átugrós, palánkon átugrós, de a nagy része, ami ugye szarja a népet, ez a fő lényeg, azok pedig mászós akadályok. Tehát egy próbálkozás van, ha nem sikerül, akkor vágnak karszalagot. Három karszalagot kapunk a verseny elején. Ha mind a három elveszik, akkor ugye úgymond hát diszkvalifikálnak a versenyben. Lefuthatod a távot, de már nincs értékelt eredményed. Ha egyet vagy kettőt vesztesz, akkor annak függvényébe büntetőkört kell végrehajtanod a célzónába. Tehát ott ketté oszlik a pálya, megkérdezik, hogy vesztették a szalagot, ha nem, akkor balra, ha igen, akkor egy vagy két kör a szalagvesztéstől függően. És ott már ugye az ember oda érkezik, fáradtam, most láncot kell cipelni, vagy két 20 literes kannát, a VB-n sörös hordó volt, azért ott már az ember nincs a top formában. És akkor most hosszú távon is ez a, ez a sportága? Igen. A cél, tehát érbe szeretném van, maradni. Így van. Visszatérve a munkádra, olvastam azt rólad, hogy ha jól tudom, akkor, akkor egy komolyabb elismerést is kaptál, ez a, jól emlékszem, a tavalyi pinceomlásos eset kapcsán, erről mit lehet tudni? Hát igen, kaptam egy bátorságért érdemjelet, amire nagyon büszke vagyok, de igazából nekünk ez a hivatásunk, nem is azt mondanám, hogy munkánk. Megyünk, csináljuk. Úgymond ez a dolgunk. Ott nem mérlegelünk, hogy most megyünk, nem megyünk, hanem csináljuk. Nyilván balesetmentesen. Tehát ha azt látjuk, hogy olyan helyre kellene bemenni, ahol ránk is veszély leselkedik, azért azt mérlegeljük, és akkor oda nyilván nem küld be minket a vezér. Mondhatjuk azt, hogy te ezzel a hivatással, meg ezzel a sporttal, ebbe a kombóba így megtaláltad a célodat? Ami életcélod lehet? Ezt nagyon jól mondtad. Ez így van pontosan, ahogy mondtad, így van. És ha jól tudom, akkor abszolút párod tekintetében is nagy támogatást kapsz. Ez egy, persze. Persze, mindig mellettem, mögöttem. Ezért vagyunk jó csapat. Meg nem csak ezért is, de úgymond nagyon szeretjük egymást. Jó, hát akkor nagyon örülök, hogy, hogy tudtunk beszélgetni. Én nagyon sok sikert kívánok neked akkor ez a sportághoz. Remélem, hogy még sokat hallunk majd rólad, meg az eredményeidről. És köszönöm szépen, hogy befáradtál hozzánk. Nagyon szépen köszönöm én a lehetőséget, és további szép napot kívánok a hallgatóknak. A Sziréna mögött. A Sziréna című podcast háttérműsora Horváth Imrével.